A műsor együttműködő partnerei SmartMe Kft. Autana Systems Kft. Kedves nézőink! A foci, sport és hagyomány című adást fogják látni, amiben foglalkozunk ugye a sportnak minden szegmensével, azon kívül ugye a hagyomány nagyon fontos, és vendégem Tobak Csaba, aki amellett, hogy ő is hagyományőrző, szívből, lélekből, de a Fradi Múzeumnak az igazgatója, úgyhogy ilyen titulusodba is hadd mutassalak be. Köszönöm szépen a köszöntést, én is köszöntelek Tibor, téged és a nézőket is. Köszönöm szépen. Kezdjük azzal, ami gyakorlatilag már lezajlott, megtörtént. Mátrai Sándor születésének évfordulóján, mégpedig 90. tehát kerekszámú évfordulóján, a temetőben a te vezérleteddel koszorúztunk. Te voltál, aki beszédet mondott, aki méltatta Mátrai Sándort, és itt a koszorúzásról készült néhány fénykép, azt is láthatják a nézők, és azt szeretném először kérni tőled, hogy egy pár mondatot, nem a teljes szöveget, amit ott elmondtál, de egy pár mondatot Litzves Mátrai Sándorról. Egyébként a szöveget is érdemes lenne felolvasni, vagy betenni az adásba. Ha volna idő. Ha volna idő, hiszen ugye Simon Sándor barátunk az, aki egészen elképesztő, fenomenális szövegeket ír, gyászbeszédeket, megemlékező szövegeket. Ugye az ő sorait olvastam fel, de hát ugye Mátrai Sándorról nem olyan nehéz megemlékezni. Ugye én sajnos nem láttam őt személyesen futballozni, de ugye mint a Ferencváros Múzeum vezetője, azért én nekem napi bejárásom van a legendák világába. Se szeri, se számba Fradiban ugye azoknak a játékosoknak, akik vagy még élnek, és vigyázni kell rájuk, vagy már sajnos nincsenek közöttünk, neki pedig az emléküket kell ápolni. És ezt büszkén elmondhatom, hogy én most már 10. éve vagyok a Fradi Múzeum vezetője, és ugye Kubatov Gábor vezetésével a klubnak egy olyan iránya van a múlt ápolásával kapcsolatban, ami szerintem megsüvegelendő. Én azt gondolom, hogy minden magyar egyesület, minden magyar klub példát vett a Ferencvárosról, hiszen csak az idei évben, tehát 2021-es esztendőről beszélek, 84 alkalommal voltunk kint koszorúzni, megemlékezni volt ferencvárosi legendákról. Igen, hát ez egy nagyon komoly, dicséretes dolog, és az ember erőérzékenyül, amikor erről beszél. És Mátrai Sándorról én még csak azt mondanám el, hogy óriási egyéniség volt, tehát én a pályán is láttam játszani, amikor például ugye a hazai meccseken természetes, de azon a válogatott meccsen, kint a 66-os világbajnokságon, amikor tulajdonképpen ugye az Albert Flóri volt a nagyász, és lehet, hogy ennek köszönhette az aranylabdát, de Mátrai mindenféleképpen nagyon fontos volt ebben a környezetben, és csodálatos játéka volt, gyors volt, becsúszó szerelései, és ami még nekem megtisztelő, hogy amikor a 90-es évek elején beválasztottak a Fradi labdarúgó szakosztályának elnökségébe, akkor kérdeztem, hogy hát igen, és most hova ülhetek? Mátrai Sándor mellett ültem. Wow. Úgyhogy ez nem semmi, és hát mindaddig, amíg őt a betegsége el nem ragadta, addig ott ültünk egymás mellett, és nagyon jó barátságban voltunk. Hogy még egy mondattal csak azt az ő tehetsége, hogy a Fradiba ott középhátvédet játszott, a válogatottban jobb hátvédet, és Baróti Lajos, aki szövetségi kapitány volt, elmesélte a 80. születésnapján, mármint Barótinak a 80. születésnapján, beszélgettünk, és mondta, hogy hát igen, nagyon nagy gondba volt, még az összeállításnál, mert 3 Európa vagy világklasszis középhátvédje van, a Mátrai, a Mészöly és a Sipos. Azt mondta, hát kit hagyjak ki? Nem aludt éjszaka, azt mondta nekem, és reggelre akkor azt mondta, hogy egyiket se hagyja ki, megváltoztatta a hadrendet, Mátraiból csinált
egy liberót, aki hátul kisegítette a hátvéd sort abban az esetben, hogyha hát tudtak menni rajta, akkor elérte. Mészői volt a klasszikus középhátvéd, és Sipos Feri pedig gyakorlatilag a beállós. És ha már itt tartunk, akkor ne feledkezzünk meg Mészői Kálmánról, aki hát a legutolsó adás után hagyott itt bennünket, ment el, halt meg, és hát Mészői Kálmán is egy fantasztikus egyéniség volt. Gondolom, hogy őt se láttad játszani, de találkoztál vele? Igen, természetesen találkoztam Mészői Kálmánnal. Nagyon sajnáljuk a halálét, és nyugodjon békében, neki is ezt kívánjuk. És egy gondolat elég visszatérve Mátrai Sándorra, ugye ő a becsúszó szereléseknek a nagymestere volt, és ugye Mátrai Sándornál ugye az emlékkönyvek azt is felidézik, hogy ugye 4 góllal kezdett centerként. Tehát így van. És ugye milyen, szerintem kevés a játékosan, aki 4 góllal mutatkozik be centerként, és mégis a hátvéd sorban több mint 550 mérkőzés lejátszik a Ferencvárosban. Tehát azt gondolom, hogy Mátrai Sándor szerepe és az akkori futballban, az akkori Fradiban elfoglalt helye az példamutató, illetve Orosházán, ahol született, Nagy Szénáson született, de ugye Orosházáról igazolta a Ferencváros. Orosházán is van egy nagyon aranyos, nagyon kedves és szimpatikus hagyományőrző társaság, akik ugye Orosháza híres volt játékosára. Emlékszobát terveztek, meghívtak minket a megnyitóra, úgyhogy ott is emlékeznek Mátrai Sándor, és ez azért kiemelt figyelemmel követjük mi is. Minden ilyen Magyarország területén történő megemlékezésen ott vagyunk. Így van, úgyhogy Mészői Kálmánt is Isten nyugosztalja, ugye Mátrai Sándornak a 90. születésének 90. évfordulója is olyan, ami nagyon jó leső érzés megemlékezni, és hát közben itt hagyott bennünket Eiper Ferenc, akinek gyakorlatilag ugye a temetése a Bazilikában volt, és hát ő pedig a Ferencvárosnak játékosa volt, és hát nagyon sajnáljuk, hogy nem lehet, mert azután, már nem lehet közöttünk, mert azután, hogy ő játszott, azután minden eseményen ott volt, és mindig a baráti körrel együtt ő is részt vett ezeken az összejöveteleken. Érdekes dolog ez, hogy az ember ugye szimpatizál minden futballistával, a nagyszájúakkal, a tényleg a vagány, a vagabund focisták is nagyon kedveli, de ugyanakkor Csöpi bácsit én nagyon-nagyon szerettem. Ő egy igazi, csöndes, halkszavú, szerény ember volt, noha kegdöntős csapattagja volt, magyar kupa győztese volt a Ferencvárosnak, mindamellett megmaradt egészen végig egy tisztességes embernek. Mi nagyon szerettük őt, és nagyon sajnáljuk, hogy ő is itt hagyott minket. Igen, abszolút. És akkor még egy halálhír. Ugye Csapó Dudi, tegnap előtt kaptam Igen. az értesítést, hogy itt hagyott bennünket, és ő se lehet, ugye vízilabdás olimpiai bajnok volt, és hát olyanokkal játszott együtt, akik tényleg fantasztikusak voltak, és ő is egy nagyon-nagyon meghatározó egyénisége volt a vízilabdának. Hát nyilván Csapó, Steinmetz, Faragó elképesztő összeállítású csapatokban játszott, ugye olimpiai bajnok, világbajnok, Igen. de hát azt gondolom, hogy a Vasasban érte el legfőbb sikereit, de azért nagyon fontos megemlítenünk, hogy a Ferencvárosnak a vezetőedzője volt ő. Ezt sokan nem tudják, ugye a 2003-2004-es esztendőben egy éven keresztül a mi fiainkat trenírozta, és egyébként megnéztem az ő mérlegét a Ferencváros padján, ugye hazai mérkőzésekkel, bajnokikkal, kupamérkőzésekkel, 48 mérkőzésen ült a Ferencváros kispadján, 31 győzelem, 2 döntetlen és 15 vereség. Én azt gondolom, ez nem egy rossz mutató, úgyhogy Ferencváros halottja Csapó Dudi is. Így van, és hát tulajdonképpen megemlítetted, hogy kikkel, akkor Szívóssal is egy csapatban játszott, ugye 76-ban, abban a csapatban Szívós István is. Igaz, hogy akkor nem a Fradinak volt a játékosa, de aztán... Ahogy Szívós is, ahogy Szívós se. Ahol Szívós. Ugye, nekünk Gerendás Gyuri volt a 76-os montreáli igen. olimpiai bajnokunk, igen. Igen. Hát egy brilliáns csapat volt. Az is, egyébként azt már láthattam volna egy évesen akár. De hát, akkor még igazoltam, voltam távol, azt szoktam mondani. Később sok jó Fradit láttam, a vízilabda most elbarangolódik egy kicsit a vízilabda világában. Hát az elmúlt évek siker sztoria, ugye a Bajnokok Ligája, a szuperkupák, európai szuperkupák, de én ott voltam ugye, amikor 98-ban Godova Gábor vezérletével megnyertük a Kekket. Tehát az Ferencvárosnak, hála jó Istennek, mindig minden csapatsportákban kiváló együttesei voltak.
És akkor gyakorlatilag ez a múltban történt dolgoknak az összefoglalása, és akkor még egy múltban történő dolog, de az nem régen volt, évfordulója volt a 6-3-as mérkőzésnek, pontosabban 3-6-os, mert a Wembley stadionban volt, annak volt az évfordulója, és hát arról mindig megemlékezünk, mi is meg fogunk emlékezni a következő hagyományőrző összejövetelünkön, ami tényleg megint egy fantasztikus dolog volt, és ami érdekes, hogy én 7 éves voltam, amikor rádióban hallgattam, és ez volt, ami engem annyira megrázott, nem mindenkinek volt rádiója, édesapám orvos volt, néhány barátját odahívta, Szepesi György közvetítésében hallgathattam, és aztán utána másnap apám odajött, és ugye november 25 volt, hogy hát, na hát akkor mit szeretné, mit hozzon a Jézuska? Hát mondom, én csak azt szeretném, hogy azokat a bácsikat, akit a Szepesi Gyuri bácsi közvetítésében hallottam, azokat lássam. Jó van, fiam, igaz, hogy nem a Jézuska hozta, mert akkor nem volt meccs, de a Mikulás. Ugye 53. december 6-án kivitt apám engem, és akkor mondta, hogy ez a Budai bácsi, Kocsis bácsi, és így tovább, Puskás bácsi, Cibor bácsi. És akkor kérdezte, hogy miért nem rúgtak a gólt? Hát mondom, ott az angoloknak annyit rúgtak. Szóval, mert van a másik oldalon egy bácsi, aki nem engedi. És azt hogy hívják? Azt mondja, Kis Péter Mihály. És ez melyik csapatban van? Azt mondja, a Fradiba. Erre elővöltöttem, hogy a Fradiba. Jöttek már a biztonsági őrök, és apám azt mondta, hogy otthon elmondom. Hát mondjuk Kinizsit lett volna szabad mondanom, de hát apámnak is Fradi volt, úgyhogy ez volt akkor gyakorlatilag, amikor először láthattam őket, és akkor azt mondtam, hogy most a Fradi annyira birtokába vett engem, hogy még a Kis Péter Mihály vezérletével meg tudtuk verni a angol verő csapat játékosaiból álló honvédot, hogy utána már nem volt mese, úgyhogy minden erővel, teljesen rabulejtett, és minden erőmmel csak a Fradi és csak a Fradi. Hát mindegyünknek van egy mérkőzése, egy hangulat, egy pillanat, egy érzés, ami megfog és itt tart minket a klub kötelékében, úgyhogy kinek neked, korábban, kinek később. Neked mi volt? Én megmondom őszintén, mindig ezt el szoktam mesélni. Nekem 88-ban volt az első olyan mérkőzésem, május 24-én, amikor a Videótont vertük 3-0 arányba, amikor én úgy tekintem, hogy ugye a mérkőzésre kiáll az ember önerőből, tehát ön saját akaratából. Tehát nem kiviszik ilyen kis kosárba, az is tök aranyos, de hogy az ember ki akar menni a mérkőzésre, unokabátyámmal voltunk kint. 3-0-ra nyert a Fradi, Fischer, talán Imperger és Vasil Gyula góljával. Nem volt egy nagy gólvágó a Vasil Gyuszi, de egy akkora gólt ragasztott a Springer szobor fölé kapuba, hogy csak néztem, az ABC szektorban voltunk éppen. És az egészből az a legesleges, legfontosabb, mert az, hogy a Ferencváros nyert, az nem volt egy ritka dolog, hanem az történt, hogy engem az unokabátyám vitt ugye mérkőzésre, és amikor kiléptünk a metróból, ezt mindig így szoktam mesélni, és tényleg is éreztem magam, mint amikor Alice Csodaországba érkezik. Tehát kinyílt a metróajtó, elkezdtünk fölni a lépcsőn, és az a morajlás, az a hangulat, egy pillanat alatt az embernek ma is borsózik tőle a hátam, egész egyszerűen olyan hangulata volt, ami örökre beszippantott. Uh-huh. És onnantól kezdve rendszeresen, minden mérkőzésen ott vagyunk, tehát nem is nagyon tudnám megmondani tényleg két kezemben, hogy az elmúlt 30 évben, 32-34 évben hány meccset hagytam ki, akár idegenbe is, de ülőúton elenyésző. Úgyhogy azóta ez a klub a szerelem, és hála jó Istennek ugye Nyíri Zoltánnak és Kubatov Gábornak köszönhetően ebbe a pozícióba is kerültem, hiszen ismertem Nagy Béla bácsit is, úgyhogy nem volt ez egyértelmű egyenes út volt ez, és hát a hagyomány, a múlt tisztelete mindig is közel állt hozzám, úgyhogy szerencsére egymásra találtunk a klubban. És akkor hadd mondjam el, ez most nem szembe dicséred, de azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag Nagy Béla örökségét nálad nem nagyon tudná valaki ápolni, úgyhogy te vagy a legalkalmasabb személy arra, hogy Béla örökségét tovább vigyed, és én ezt tapasztalatból merem mondani, mert ugye sokan megpróbálták így, úgy, amúgy, de te vagy az, aki
teljes szívből, lélekből elhivatottan csinálod. Hát köszönöm szépen, magasan van a léc, de én azt gondolom, hogy szívvel és lélekkel ezt szerintem ezt az utat lehet járni. Igen. Hát ő egy tényleg akkora fantasztikus egyéniség volt, hogy hát én meg hát a korkülönbségünknél fogva, én jó barátságban voltam vele, jártam a világot, mindenfelé voltunk, és hát tényleg csodálatos egyéniség volt, és nagyon jó barátságban voltunk, és mentünk vidéki, külföldi, minden Fradi meccsre. Hát ha valakinek nem kell bemutatnom az irodáját, az te vagy. Én sose felejtem el, hogy tényleg kamasz lehettem, ilyen 17 éves lehettem, ilyen 92, amikor volt a szenzációs bajnoki menetelésünk, ugye, hogy bementem egyszer ugye Béla bácsihoz, és ahogy bementünk az irodájába, biztos emlékszel rá, a jobb kézre voltak ugye ilyen bekötött könyvek, igen, szembe volt az íróasztala, rajta a legendás írógéppel, bal kézre ugye volt egy ilyen beugró fal, ahol nem lehetett látni, csak ha bementél, akkor volt egy beugró, ott volt a hűtőszekrény, rajta volt mindig az ezüst tálca, a kis poharakkal, és amikor bementem, akkor ott volt takarásban Albert Florián, és mondták, hogy na, gyere, így áll egy fröccsöt velünk. És Jézus Máriám, fröccsözni Albert Floriannal és Nagy Bélával. Tudni kell, hogy ki nem állhatom a fröccsöt, na de akkor bármit megittam volna. Bármit, azért 17 évesen, 17 évesen, hogy Albert Floriannal és a Nagy Bélával fröccsözni, az tényleg egy fenomenális élmény volt. Hát az biztos, hogy tényleg szenzációs volt, és én is valahányszor oda mentem, mert ugye minden nap találkoztunk Nagy Bélával, vagy úgy, hogy a várban lakott és ott szállt át az irodámnál, vagy úgy, hogy közben beugrott és utána ment ki a Fradiba, vagy pedig visszafele, amikor jött akkor, és mindig találkoztunk. Volt olyan, amikor én mentem ki és meghívott ebédelni, és kocincsunk valamire. Mindig volt, és akkor a következő volt a helyzet, hogy hát valamire, de Béla, hát mire? És abban a pillanatban úgy vágott az agya, hogy elmondta azt, hogy a kereken 50 évvel ezelőtt volt, amikor Sárosi doktor egy olyan kapufát szerzett, és akkor elmondta nekem azt, hogy erre kocincsunk. Tehát mindig volt a repertoáriában ilyen. Igen, óriási volt. Én a lányát is nagyon ismerem, ugye az Ildikót is, az özvegyét, Icenénit, tehát velük is nagyon jó viszonyban vagyok, úgyhogy mindig minden alkalommal keressük egymás társaságát, hiszen ugye Béla bácsi emléke az örök, és nélkül a Fradi Múzeum nem is létezne. Tehát ez odáig rendben van, hogy mi most nagyon gondozzuk, ápoljuk. Béla bácsi nélkül ugye nem jött volna létre ez a gyűjtemény, ez az archívum, ez a gondolat sem. Most mióta elnök úr itt van, Kubatov Gabor elnök úr, azért azt érzem, és ez fontos elmondani, hogy a bizalmi tőke visszatért a Ferencvárosba. Tehát valóban, amióta megvan a Grupa Marina, megvan a Fradi Múzeum, azóta emberek besétálnak az ajtón, és azt mondják, hogy most már itt merjük hagyni. Tehát volt egy pár év a Béla halála, igen, és a Gábor érkezése között, amikor az angol érában én, tehát volt egy pár olyan zűrzavaros év. Uh-huh. És most már azt mondják, hogy igen, most már itt merjük hagyni, ide merjük hozni, és azt gondolom, hogy a Béla bácsi örökségét így méltó módon tudjuk ápolni, és folytatni, és a gyűjtemény gyarapodását is elősegíteni. Igen, ez nagyon fontos dolog, mert ennek sose szabad a köztudatból eltávoznia, úgyhogy... Ha mondhatok még egy érdekességet, valamelyik nap besétált, két hónapja, egy úriember, aki behozta, hogy az édesapja régiségkereskedő volt és elhalálozott, és behozta hozzánk, ugye próbálta nézni, hogy a régiségboltban levő kincsek, amiket ugye őriztek eddig, ugye voltak fegyverek, bélyegek, katonai dolgok, az ugye nagyon érdekes, mint történész szemléletű ember, az is nagyon érdekes, de engem a Fradis része jobban mozgatott. Igen. Weinberg II János, a Ferencváros első korszakának legendás labdarúgójának 28 darab érmét hozta be. 28 érmét, aranyérmet, ezüstérmet, akkor a Margit-szigeti ezüstlabda vándordíj, ugye, ami azért a Magyarország első futballtrófeája volt, 1903 és 1909 között írták ki, és a Ferencváros megnyerte 5 alkalommal, és örökre hazavitte. A Margit-szigeti ezüstlabda vándordíj látható is a Fradi Múzeumban, de érmet még soha nem is láttunk hozzá. Most már van Margit-szigeti ezüstlabda, aranyérmünk is. Egészen elképesztő kincset fognak előkerülni. És akkor még egy emléket a sok közül, még hadd vessek föl, többek között a Magyar Olimpiai Bizottság 100. évfordulóján Bélával együtt kint voltunk Lozanba, ahol megnéztük a magyar időszaki kiállítást, ahol bementünk, és rögtön a Béla mutatott, ó, hát azt mondja, ott van Kócár Mór,
Ugye, és akkor abban a pillanatban már az olyan volt neki, hogy szenzációs. A Ferencváros első bajnoka, ugye, Kócán Mór. Igen. Rögtön, atléta. Rögtön kiszúrta, igen. És akkor utána kimentünk, beszélgettünk, és akkor egyszer csak oda jön egy ember, magyarul, holott Lozanban voltunk, és akkor mondta, hogy magyarok vagyunk. Igen. Hát azt mondja, mert szeretné elmondani, hogy hát ő gyakorlatilag ugye csónak bérléssel foglalkozik, de van egy erekje, egy olyan csónak, amiben az urugvái mérkőzés, tehát ugye a svájci világbajnokságban, de nem a Fradinak a 29-es, mert ugye hát akkor volt, amikor megverte Uruguay. Igen, 29-ben volt, amikor, ez korábban volt. Amikor gyakorlatilag a svájci világbajnokságon megnyertük, és fölmentünk a Bélával a stadionhoz is, fönn a hegytetőn volt, és akkor mondták, hogy hát azt mondja, itt van egy csónak, őrizzük, és hát ebbe annak idején Kocsis és Cibor mentek, és a Béla teljesen fölizgulás, és hát nem lehet ebbe beülni. Nem lehet mondták, hogy be. Hazahozni? Be. És beültünk a Bélával együtt, oda, és a Bélának dobogott a szíve, azt mondta, ebbe ült a Kocsis meg a Cibor, hát fantasztikus. Egy urugváj mérkőzés után egy 4-2-es győzelem. Igen, 4-2 volt elődöntő. 4-2-es igen. Győzelem, ugye a hosszabbításban, igen, a Kocsis igen. Kétfejes góljával. És akkor itt a csónakban ezt nem lehetett elmondani, hogy a Béla milyen boldog. Milyen érzés. Szenzációs. Igen. Szenzációs. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amit nem szabad feledésbe hagyni merülni, mert ezek mind csodálatos múltbeli emlékezés. Győr Bélával is nagyon-nagyon jó viszonyban vagyunk, ugye ő most a Bobnak igen. A hagyományőrző részlegét igen. Viszi. Sokszor működünk együtt, közösen koszorúzunk, például Manno Miltiadis, ugye a Ferencváros címerének tervezője, a Turulmadaras címert tervezte ugye 1928-ban, de róla azt is tudni kell, mert hogy Manno Miltiadisről, hogy a BTC-nek volt az első két évben labdarúgó gólkirálya, szóval egészen kalandos életút, és az ő sírjának a felújításában is segítkeztünk a Görög Intézettel, úgyhogy Győr Béla, a Fradi, a MOB és a Görög Intézet segítségével készült el a feljutott sír, úgyhogy minden fronton igyekszünk helytállni. Idén például azt el kell még mondanom, hogy a Fradi felújította Fazekas Tibor Európa-bajnokunknak a sírját. Igen. A Kozmolcai zsidó temetőben, hiszen ugye nincsenek leszármazottak, igen. És nagyon rossz állapotban volt. Valamint ugye a Ferencváros legendás edzőjének, Blum Zoltánnak a sírját is helyreállította, megtisztította, felújította. Én azt gondolom, hogy ebből jövő évben is lesz ilyen projektünk bőséggel, úgyhogy a Fradi hagyományőrzés nem áll le, hanem folytatódik, amíg világ a világ. Így van, és említette Győr Bélát, ő is volt ebben a műsorban vendégünk, úgyhogy elmondta ezeket a dolgokat is. Minden esetre ő is arra törekszik, hogy minél kevésbé menjen feledésbe az, ami a múltnak nagy értéke. Úgyhogy most még egy pillanatra térjünk rá arra, akkor most, hogy a Fradi ugye hát bejutott a Európa Ligába, és az Európa Ligába tavasszal mérkőzéseink lesznek. Ha jól tudom, akkor a Puskás stadionba viszik. Hát, vagy legalábbis erről vannak, szóval. Vannak ilyen régi tárgyalások, ami fontos info, hogy a jövő az ugye nem az én asztalom, a jelen az annyiban, hogy ez holnap már múlt lesz. Igen. Vannak tárgyalások a Puskás stadionról, de ugye ezeket én megerősíteni nem tudom. Amikor ez megtörténik, akkor el fogunk könyvelni, hogy a Ferencváros hányadik és milyen mérkőzés ez. Három mérkőzés jövünk a döntőtől, tehát nagyon reménykedünk a sikeres folytatásban. Tulajdonképpen abból a szempontból, mert ugye itt a Groupama Arena is egy olyan csodálatos büszkeségünk, hogy itt se szégyen mérkőzéseket játszani. Tehát egyáltalában, tehát ezt döntsük azokra, akik elhatározzák. Mi tudomásul vesszük, és meglátjuk, hogy
Nagyon, mit hoz a döntés? Nagyon nehéz kérdés, hiszen ugye amikor az Ajax-szal játszottunk 95-ben a Bajnokok Ligájában, szintén te tudod a legjobban, hogy négy népstadionnyi jegyigénylés érkezett, hogy a csapat maradjon az ülőúton, a csapat szeretett volna az ülőúton maradni, végül is ott is maradtunk, de ugye ott is nagyon erős volt a kísértés, hogy minél több szurkoló tudjon bejönni. Így de, van. De az egy nagyon veszélyes pálya, hiszen ugye a népstadion jóval nagyobb ugye a keretek között, mint a Fradi pálya, úgyhogy minden fűszálat, minden gyeptéglát ismert a csapat, és inkább az a döntés született. Hát most ugyanilyen nehéz helyzetben van a klubvezetés, de meg fognak feladatkozni. Ha már ezt mondod, akkor volt egy szavazás is az elnökségben, és a szavazáson én a népstadion mellett szavaztam, mert hát ugye nagyon nagy igény volt arra, hogy jegyeket szerezzenek, és aztán utána ettől függetlenül érveket hallgattam meg, és végül is azzal meggyőztek, hogy a Ferencváros stadionjában, ott ugye nincs futópálya, ott katlan hangulat van. Igaz, hogy kevesebben férnek be, de fantasztikus a szurkoló seregnek az atmoszféra, az atmoszféra megteremtése. Az atmoszféra, nagyon jól mondod, igen. és gyakorlatilag aztán utána azt mondom, hogy jó, elfelelő sose, de ha ez a... Ja, meg hogy kisebb a pálya. Ez is volt egy izé, kisebb igen. A pálya. Igen. És ilyenekkel, mint Ajax, Real Madrid, ahol... Futós ellenfél van. Ahol gyakorlatilag sokkal felkészültebbek kondícióban, akkor azt mondtam, hogy jó, rendben van, akkor elvtelenül nem, de elvekkel megváltoztattam a szavazatomat. Ugye, ahogy mondtad, én voltam az, aki megváltoztatta. Én köszönöm, ott voltam, hála jó Istennek, mind a három mérkőzésen, azért aztán megboldogult emlékű Tóni bácsiról se feledkezzünk meg, hogy az ő segítségével jutottunk jegyhez. Azért emlékszem rá, én 95-ben 20 éves voltam, azért 1200 forint volt a kapu mögé a jegy, hát azért az 1995-ben az nem volt kevés pénz, hát a világ minden pénzét megadtuk volna ezekért a jegyekért, amik valódi kincset jelentettek akkoriban. Így van. Hát ez egy nagyon szép zárómondat volt, úgyhogy köszönöm szépen neked, hogy elfogadtad a meghívást. Én itt köszönöm. Voltál, tudtunk beszélgetni, és a nézőket pedig továbbra is nagy szeretettel üdvözöljük ebben a vonatkozásban, és bízom benne, hogy folytatása következik. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi, és a viszontlátás!